őt leginkább Kleopátrának tudnám elképzelni. Kleopátra és egy kedves boszorkánynak a keveréke. 45 éve nem látott interjú részlet került elő a 20. századi magyar képzőművészet egyik legnagyobb és legeredetibb alkotójáról, Ország Liliről. Mindez idáig azt hittük, hogy nem maradt fenn semmilyen tévéfelvétel a művészről, ezért a Fidélió kutatása izgalmas és hiánypótló eredmény. Ország Lili a 20. századi modern magyar képzőművészet egyik legfontosabb alkotója, akinek igazából nem maradtak fenn képi hanganyagai. Legalábbis ezt hittük, hogy nem maradtak fönt ilyen jellegű anyagok. Ez egy fantasztikus eredmény a jelenlegi kutatásunknak, hogy 45 év után előkerült egy olyan felvétel, ami nem csak hogy színes, hanem mozgókép formájában, interjú közben láthatjuk a művésznőt. Ez a felvétel 1977. február 11-én készült róla, és a riporter Rapcsányi László volt. Akkoriban a magyar kultúrpolitikát a 3T kategória erősen meghatározta, Azaz tiltott tűrt és támogatott művészekről beszélhettünk annak idején. Ország Lili ezen belül a tiltott fiatal művészek csoportjába tartozott. Ennek az volt az oka, hogy az ő stílusa a sok esetben absztraktabb, expresszívebb, nehéz témái, amik őt foglalkoztatták, ezek a súlyos, mély gondolatok az akkori kultúrában mozgó dönnökök számára nem volt elfogadható, nem tartották kiállításra alkalmasnak. Országlili művészete kifejezetten összetett, nagyon mély és elgondolkodtató. Már a korai szürrealista időszakából nagyon nehéz témákat dolgoz fel. Az ungvári téglagyárban gyűjtötték őket össze a holokauszt idején, tehát egy holokausztot túlélő művész volt. Ungvári téglagyárnak a téglafalai már ezeken az ortodox szürrealista képein is megjelenik. A kislánya fal előtt az egyik leghatásosabb és legerősebb képe véleményem szerint ez időből, ahol a számkivetettség, a falhoz állítottság jelenik meg az ő művészetében. Azt mondhatom, hogy a holokausz témájú művészetnek nemzetközi szinten is az egyik leg fantasztikusabb darabja ez a kép. Ország Lili elvonultan alkotott, akár egy középkori ikonfestő, mikor a bábszínházban befejezte a napi munkáját, akkor egyből rohant haza a kis 30 pár négyzetméteres Fiát János utcai otthonába, és megszállottan, teljesen rejtőzve alkotott. Igazából nem tudjuk mai napig a pontos sorrendet, illetve a technikát, hogy hogyan dolgozott az alkotásokon, a képein ez is egy plusz rejtélyes faktort hozzáad az ő művészetéhez. Elképesztő, hogy egy ilyen mély gondolkodású, ilyen nehéz témákon gondolkozó ember a bábszínházi életben gyerekeknek ilyen vidám figurákat, ilyen vidám tartalmakat tudott kreálni. Az állami bábszínháznak a megalakulása 40-es évek végére tehető, amikor is Bod László az akkori igazgató felkéri Jakovics Józsefet, hogy alakítson ki egy műhelyt a készülő bábok számára, és már ekkor egyértelművé válik, hogy olyan művészek dolgozhatnak a, a bábszínház égisze alatt, akik tulajdonképpen tiltottként vagy nem támogatottként vettek részt, Ebben az egész műhely munkában is így ezzel támogatva az ő későbbi festői munkájukat. Ezek közé tartozott Ország Lili, Bálintendre, Márkus Anna 1950. augusztusától már az Állami Bápszínház munkatársa Ország Lili. Ekkor még díszletfestői munkákat készít. Aztán az 50-es évek közepén elhagyja a színházat, akkor nagyon sok minden mással foglalkozik, de azt hiszem, hogy egyébként ez alatt az idő alatt is többször volt, hogy dolgozott a színháznak, mint, mint festő, maradtak is fent munkái, ami vélhetőleg ő készített, mint, mint festés. És utána 1960-tól datálható, hogy újra itt dolgozik a színházban, de már akkor, mint a festőmű helyvezetőjeként, dolgozik itt. És hát tulajdonképpen 1966-ig nem is vállal tervezői feladatokat, amikor is az egyik etüdökből álló darabban vállal részt egy kiesett darab miatt, a kopasz énekesnőt akarták színre vinni, de sajnos nem engedélyezték valószínűleg ionescu -nak. az ilyen kétes mi volta a miatt, és akkor ezért Wolfgang Weyrautól vették be a Japán Halászok című Nukleáris halálfélelemről szóló darabot, és ebből egy ilyen egészen döbbenetesen izgalmas festői világot hozott létre. Úgyhogy ez volt az első tervezői feladata a színházban. És akkor a 70-es évek elejétől már teljes tervezői mi voltjában működik a színházban, és 73-ban megtervezi a Hencidei Csetepatét darabot, aminek szintén egy nagyon izgalmas festői háttere van, tényleg nagyon változatos technikákban hozta létre, tehát hogy ez is egy, egy nagyon jó, hogy tulajdonképpen ilyen festői képekkel dolgozik végig a tervezései alatt, és hát aztán ugye nyilván utána viszonylag sok darabot tervez itt a színházban, tehát hogy tényleg csak mint a furfangosok, amiben a Csalóka Péter, meg a Szegény Ördög van, a Két Kicsi Pingvin, akkor egy Grimm átirat, a Fanyújvő és Barátai, akkor felnőtt darabokban is ö, részt vállal, tényleg tulajdonképpen balog Gézával megcsinálják az orcímű művet, Gogol művet, ami azért szép, mert tulajdonképpen az volt az utolsó munkája itt a színházban, ő már nem élhette meg a premiert. Lili pályafutása a labirintus korszak képein teljesedett ki, amikor is Megtalálta az ő alapvető szimbólumát, ezzel, hogy labirintusokat kezdett festeni. Országleli falai minket a múltba vezetnek át ősi koroknak a lepusztult városai, azoknak a romjai, azok, amik előtűnnek az ő képein, és azzal, hogy ő ezt összekötötte a 20. századnak a szimbolikájával, a 20. századnak egy, egy alapvetésével a nyomtatott áramkörre, ez az, ami őt igazán a magaslatba emeli művészetechnikai szempontból. Nemzetközi szempontból én úgy gondolom, hogy példa és pár nélküli ország, Lili, mégis nagyon magyarnak mondható. Sajnos emiatt, hogy ő nem volt látható méltó módon, ezért gyakorlatilag őt nemzetközi szinten nagyon kevesen ismerik. Talán eznek a videónak az előkerülése ebben az irányban is fog valamilyen előrelépést eredményezni. Megmutatnám ezt a bábot. Ez Ország Lilinek a Két Kicsi Pingvin című előadásából. Ez egy festő hangyásűn, amit állítólag a műhelyben, aki készítettem, nem nevezném meg, nem hiszem, hogy szeretné, de hogy állítólag Ország Lili önmagát mintázta meg ebben a figurában, látszik, hogy, hogy mennyire játékos maga ez a figura, a, a festői mi volt a mellett, tényleg a báb figurái egészen, a játékosok egészen különlegesek ahogyan tényleg kezeli a formát, mégis van benne mindegyikben mégis egy végtelen abstrakt forma, szóval, hogy, hogy ez tényleg egy nagyon izgalmas világ, ami az övé volt, hogy hogyan keveri őket. Őt leginkább Kleopátrának tudnám elképzelni. Leopátra is egy kedves boszorkánynak a keveréke, saját maga is sokszor boszorkánynak titulálta magát, hiszen erősen foglalkoztatta a számmisztika, a zsidó misztikus történetek, a zsidó hittel is, meg a hitkérdésekkel is foglalkozott. Ő munkáinak a nagy része az jelenleg közgyűjteményekben található, a Magyar Nemzeti Galériánban is vannak kiállítva alkotásai, illetve a Vazileszku gyűjteményben Győrött láthatunk a Győri zsinagógában az ő életművét talán leginkább átfogó kiállítást. Itthon a női művészeinket nem éri kellő megbecsülés és figyelem, Országlili pedig ezen belül az egyik legfontosabb alkotó, akire sokkal nagyobb figyelmünk kéne, hogy irányuljon. Kedves Országlili, több mint tíz éve ismert kiállító művész, hazánkban is, külföldön is és sok mindent írtak az alkotásairól. Mindig kíváncsiak vagyunk arra, hogy vajon mit vállal ebből a művész, mit érez olyannak, ami fedi élete munkáját. Például azt írják, ez rendszeresen visszatérő mondat, hogy alkotásai a magyar művészet tradícióiba alig illeszthetők. Hát ez valóban így van, én is úgy érzem, hogy nem túlzottan illeszthetők bele. És az, hogy a fő témája a történelem. Ezt ki kéne egészítenem azzal, hogy a történelmet nem eseményszerűen sorolom föl, tehát nem tárgyszerűen. Én használom a falakat, alkalmazom a falakat a képeimen, és azokon a falakon, ahogy a történelem egymásra rakja a rétegeit. Úgy én a falakra bizonyos rétegeket teszek föl, amik felsejlenek, és több síkban és több jelentésben. Tehát asszociációs lehetőséget adnak a nézőnek, gondolom. Nos, mennyire más, és nézőink is nyilván meglepetéssel nézik majd, hogyha megmutatunk néhány képet Báb alkotásaiból. Szép produkció volt itt a Furfangosok, amely két részből állt, Igen. hogyha jól tudom. Tamás Járónak a szegény Ördög volt az egyik darab, Igen. a másik pedig Vörös Sándornak a Csalóka Péter. Érdekes kis. Na, kis többször báborcskák. kérdezik meg tőlem, hogy fér össze ez a két világ. Hát megfér egy emberben a humor is, meg egy tragikusabb élmény is. Ami mondjuk a súlyosabb élményeket illeti, él hát ezek vetülnek ki a képeken. Hogyha feladatot kapok a Bábszínházban, színházban, lehetőleg ha olyat kapok, amiben lehetőségem van humorra, vagy grotesz figurák megtervezésére, akkor örülök a legjobban, mert talán itt gyerekkori nosztalgiáim jönnek ki. Valóban egy humorosabb világ van, de erősebb, mint ahogy az emberben is él egy vágy, de nevettetésre és nevetésre. Ország Lili engem 12 éves korom óta foglalkoztat. Azóta egy óriási álmom volt, hogy találjak róla egy olyan anyagot, amin én magam láthatom és hallhatom. Lassan 15 éves álmom valósult meg, és azzal, hogy ezt az emberek számára most láthatóvá tesszük, és ezzel ők is közelebb kerülhetnek talán ország Lilihez, ez számomra a legfontosabb.